Önök a Dunaföldvár Televízió május 12-i adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Földvár mozaik témái a következők lesznek. Városunkban is lassan oldódnak a szigorú rendelkezések. A szülők kezdenek visszamenni dolgozni, nem tudják már megoldani a gyermekeiknek az óvodáskorú és a bölcsődébe járó gyerekeknek a felügyeletét, ezért ugye azt a kormányrendeletet nem tudjuk már betartani, hogy szigorúan 5 fő, hanem fel kellett emelnünk. Most jelen pillanatban intézkedések alapján 7 főt engedélyeztem a csoportokban, így ugye a kapacitásunkat a bölcsődébe föl tudtuk emelni 21 főre, illetve az óvodába pedig lenn tudjuk fogadni az összes kisgyereket, ott is 12 csoportot nyitottunk meg maximálisan 7 fővel. Dunaföldvári cég felajánlását vette át az Országos Polgáros Szövetség. Ma egy jeles nap van, mint ismert mindenki előtt, a koronavírus járvánnyal kapcsolatban nagyon sok megelőző, illetve felszámolási intézkedést kell végrehajtani. Dunaföldváron lévő bioetanol a társadalmi felelősségvállalás körében felajánlott az Országos Polgáros Szövetségnek 1000 liter fertőtlenítőszert. Ennek lesz ma az ünnepélyes átadása, majd utána ennek szétosztása a megyék között. Gyerekek és szülők egyaránt részt vehettek a tanoda rendezvényén. Struktúráját tekintve volt egy kvázi formális megnyitója, ahol köszöntöttük a jelenlévőket. Beszélgetés volt, volt egy kis zene, egy kis tánc. Én azt gondolom, hogy nagyon jól érezték magukat a megjelentek. És hogy ne maradjon el, összejövetel, máltai vendég szeretet nélkül, vendéglátás nélkül sütöttünk kolbászt, közösen egyébként a szülőkkel, nagyon jó program volt. És hát egy kis vendéglátást biztosítottunk a megjelenteknek. Kubasek János jól ismert előadó Dunaföldváron. Reguli Antal útját több tényező is befolyásolta. Ő hosszabb időt töltött Stockholmban, majd Finnországban. Kapcsolatba került kiváló tudósokkal, Matti Castrénnel és Arvidsonnal, akik felkeltették az érdeklődését e távoli tájakon élő népek kultúrája iránt. Sikeres futballelnöki éveket tudhat a háta mögött Weisz Gáber János. Én vittem 12 évig. Na most a mi csapatunk nagyon eredményes volt, nagyon összhangban tudtam lenni a játékosokkal. Én úgy gondolom, hogy Dunaföldvárnak a legkiemelkedőbb 12 éve van a hátam mögött. Háromszor mondtam vissza az NB3-at, kétszer voltunk megyebajnokok, de a 12 év alatt mindig az első ötbe ott helyezkedtünk, ott szerepeltünk. Városunk polgármesterét Dunaföldvár járványhelyzetéről kérdeztük. Tisztelettel köszöntöm nézőinket, a stúdiónk felújítás alatt, ezért innen a Városháza dísztermében jelentkezünk. Horváth Zsolttal beszélgetek, Dunaföldvár polgármesterével, akkor a házigazda most kicsit megcserélt szerepben van, mert nem mi vagyunk akkor így a házigazdák. Lassan oldódnak a szigorújtó rendelkezések a járvány kapcsán Dunaföldváron is? Természetesen ugye felsőbb jogszabályok rendezik ezeket a kérdéseket el. Ugye vannak átadott hatáskörök a polgármestereknek is ebben a dologban. Én az egész védekezés ideje alatt mindig azt próbáltam meg betartani, hogy a felsőbb jogszabályokat, azokat ráilleszem a helyi szokásokra, és megpróbáljam úgy megkönnyíteni a dunaföldvári lakóknak az életét, hogy ebből az egészből a legkevesebbet érezzék. Én azt gondolom, hogy meg kell köszönnöm itt a dunaföldváriaknak, amit március 11-e óta végigmentek és viselték, és azt mondom, hogy ezeket az intézkedéseket mindet maradéktalanul a dunaföldváriak betartották. Úgy ennek eredményeként ugye Dunaföldváron karanténban voltak emberek, akiket betettek, de nem azért, mert koronavírusosak voltak, hanem a jogszabályoknak megfelelően karanténba kellett menni, külföldi munkavállalók voltak, hazajöttek, és ezeket is betartották ebben a dologban. Úgyhogy ennek köszönöm, akik ebben részt vettek, maguk, akik elszenvedői voltak, őnekik is, hogy ezt megértették, illetve azok, akik ebben segítettek, ebben a dologban ugye a szociális ellátórendszerünkben dolgozók, a polgárőrök és maga a rendőrök is, akik ezt elő segítették, hogy ez ilyen flottul menjenek. Persze látjuk azért, hogy az élet változik. Olyan intézkedések jöttek, ugye tulajdonképpen a
vörös zónából, ugye, ami Pest megye és Budapestet jelenti, azon kívül az országban megindultak már azok az intézkedési sorozatok, amelyek lazítják ennek az egésznek a működését, és a gazdaságnak az újraindítását határozzák meg célként. Ugye ez nem minden területét érinti a városnak se itt nálunk, ugye, mert látjuk, hogy az oktatási intézményünkben, a gimnáziumban, a szakiskolában és az általános iskolában ezek a intézkedések ugye nem lettek enyhítve, ott továbbra is digitális úton, módon oldják meg az oktatást. Mi ugye hozzánk, ami tartozik és amiben a kormányrendelet rendelkezett, hogy a polgármesterek rendkívüli szünetet rendelhetnek el a bölcsödében és az óvodában. Ezeket oda jutottunk, hogy ezt fel kellett oldanom, a hétfői nappal, a mai nappal feloldottam őket. Elkezdünk visszatérni mi is a normál üzemmódba. Nem azért, mert elmúlt a veszély, hanem az miatt, hogy a szülők kezdenek visszamenni dolgozni. Nem tudják már megoldani a gyermekeiknek az óvodáskorú és a bölcsödébe járó gyerekeknek a felügyeletét. Ezért ugye azt a kormányrendeletet nem tudjuk már betartani, hogy szigorúan 5 fő, hanem fel kellett emelnünk. Most jelen pillanatban intézkedések alapján 7 főt engedélyeztem a csoportokban. Így ugye a kapacitásunkat a bölcsödébe föl tudtuk emelni 21 főre, illetve az óvodába pedig len tudjuk fogadni az összes kisgyereket. Ott is 12 csoportot nyitottunk meg maximálisan 7 fővel jelen pillanatban, úgyhogy durván ugye ez 84 gyereket lehet tulajdonképpen így most ellátni. Most jelen pillanatban 60 főnél vagyunk, 58-nál a mai nappal, de már jelezték a szülők, hogy hoznák akkor a többi gyermeket is. Ha tartjuk tovább ezt a előírásokat, akkor ugye 60 főnél meg kellett volna állni, ezért hoztam meg ezeket az intézkedéseket. Konzultáltunk intézményvezetőkkel, mind a kettővel, járványügyi szakemberekkel az ANTS részéről, illetve alpolgármester asszonnyal és jegyzőasszonnyal értékeltük a helyzetet, engedni kell. Tehát ahogy visszatérünk a rendes nyomokba, így a intézményrendszert is hozzá kell alakítani ahhoz, hogy tudjuk működtetni a várost. A Öregek napközi otthonában, ugye a napsugár idősek otthonában, ott nem enyhítettem, ott továbbra is a látogatás és a kijárási tilalmat továbbra is fenntartjuk ebben az egész dologban. Ugye az elmúlt héten megjelent új kormányrendelet, amely ugye elrendeli a üzletekben belépőknek ugye a kötelező szájmaszknak a viselését. Ezt kérem, hogy mindenhol látom, ki is van írva az üzletekben, hogy mindenki viseljen szájmaszkot, illetve a tömegközlekedési eszközöket. Ennek az ellenőrzése is ugye hatósági feladat, de ahogy itt körbenéztem és voltam én is jó pár üzletben, az emberek azért betartják ezt az előírást. Tudom, hogy ez egy jelen pillanatban ebben a meleg helyzetben ez egy kellemetlen, de kérem, hogy ezt tartsák be. Ugye mindenki érezhette, szombaton megnyitottak ugye múlt héten a teraszok is, a vendéglátóipari helységek, még a teraszai is. Itt is úgy látom, elindul a normál működés. Szabályokat betartják. Kértem a terasz tulajdonosokat, hogy a egészséges távolságokat azokat tartsák be, próbálják úgy elhelyezni az asztalokat, a székeket, hogy ezek betarthatóak legyenek. Szombaton elindítottuk a piacot teljes mértékben. Ott voltunk, láttam, az emberek nagy elánnal vették igénybe. Ugye itt sincs korlátozás, időbeni korlátozás, ugye a 65 év felettieknél a piacokra ez nem vonatkozik, az üzleteknél ez vonatkozik. Ugye ez látogatható volt. Mértük, illetve satszoltuk, hogy mennyien veszik igénybe a piacot. Körülbelül olyan 400 ember lehetett az egyidejűleg terhelhetősége úgy nagyjából a piacnak. Ugye jöttek, mentek az emberek, és időben és térben jól el tudtak különülni ebben a dologban. Ott arra szeretném felhívni továbbra is a figyelmet, hogy azt a másfél méteres távolságot a vásárlók próbálják meg betartani. Ugye a piacfelügyelőmmel azt mi kisakkoztuk, hogy hogyan, ugye, hogy a eladók között meg legyen a 2 méteres távolság, azt úgy sakkoztuk ki, hogy ez tartató legyen. Annyi embert is engedtünk be, elárusítókat, de láttam, hogy nagy volt a forgalom. Itt a szombati napon segítségünkre volt a polgárőrség, illetve a rendőrség megerősített 4 járőrrel, és az őrsparancsnok úr helyettese volt kint, aki segítette a munkánkat ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy próbaként
ennyi kihagyás után elindultunk, vannak problémák, ezeket mind megpróbáljuk kiküszöbölni. Ugye nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a közösségi tereink, ugye az illemhelyeknél fertőtlenítő, eldobható törülközőtől kezdve a kézmosásig minden ezek biztosítva legyenek. Előtte fertőtlenítjük a piacot, amikor mielőtt ugye jönnének az árusok, és amikor vége van a piacnak, akkor újra lefertőtlenítjük, úgyhogy ez is működött mind a két fertőtlenítés, úgyhogy én azt gondolom, hogy normál üzembe próbálunk menni. A kérdés az volt még ugye az önök részéről is, meg többeknek, hogy mi a helyzet a vásárban, hisz ugye hallottuk, hogy most már ugye Pécsett, illetve Mórahalmon is el fog indulni. Szintén múlt héten pénteken és a mai nap konzultáltunk a megyei, illetve a járási ANTS-szel. Igen, lehet kezdeni, úgyhogy júniusban meg is fogjuk indítani a vásárt. Ma reggel már egy tanácskozást összehívtam ennek megfelelően, készítjük hozzá a pandémiás terveket, egyeztetünk katasztrófavédelemmel, ANTS-szel és a tűzoltósággal, mentőkkel ehhez szükséges lépéseket meg fogjuk tenni mindenféleképpen, illetve össze fogom hívni, akik ebben érintettek, ugye a Mónika mind a piacfelügyelő, vagy a vásárfelügyelő, meg minden június 10-én a vásár előtt az összes rendezővel, aki biztosítani fogja, egy közös értekezletet fogunk tartani, hogy megnézzük, hogy ebben a pandémiás helyzetben hogyan fogunk eleget tenni az előírásoknak. Ide hívjuk a mentőszolgálatnak a vezetőjét is, és a katasztrófavédelem vezetőjét is, és megpróbáljuk úgy lerendezni ezt a dolgot, hogy ebbe hiba ne legyen. De látom azt, hogy kell már. Tehát a kereskedelemnek és ugye az embereknek a szükségleteinek a kielégítéséhez látom, hogy erre szükség van. Egy érdekes dolgot túlférről telefonok tömkelegét kaptuk, hogy nagyon örülnek, hogy megvan, mert régi dunaföldvári piaci látogatók, Sol, Dunatetétlen, Apostag, Vecséről, és örömmel fogadták azt, hogy már jöhetnek. És vasárnap néztem a teraszokat, itt kis fagyi meg ilyenek, hogy tényleg hát az emberek vagy kint a Tócukrászdában, itt a Marcipánnál, vagy a Kossuth tériben is, a Piramisban is. Tehát láttam, hogy az emberek jöttek, mentek, élvezték a jó időt, és élvezték azt, hogy a megfelelő biztonsági intézkedések betartásával ma már lehet ezt használni, ezeket a közterületeinket. Strand. Strand, igen. Június 1-jel, vagyis hát a május 31-ével tervezzük a nyitást a Stranddal. Igazgató úr, ma egy órás megbeszélésen voltunk, áttekintettük, hogy mi kell. A belső részt nem tudjuk használni, csak a külterületen. Meg van határozva, megkapjuk az útmutatásokat ezen a héten, hogy mennyi zöld területet kell biztosítani egy főre, ki fogjuk számolni, és ehhez hozzá fogjuk igazítani a maximális kapacitását a strandnak. Ugye nem csak a zöld terület itt, hanem maga a vízfelületnek a nagysága is számítani fog. Erre készítjük a számításokat, úgy számolunk, hogy ha megjön a jó idő, május 31-től lehet látogatni. Kérdeztem az adatokat, hogy mennyien szoktak jönni a igazgató úrtól. Úgy néz ki, hogy a kapacitásunk az egy picivel meghaladja az átlagos igénybevételt még a legforróbb nyári napokon is, úgyhogy úgy készülünk, hogy ha kell, akkor korlátozásokat, tehát létszámkorlátozásokat be fogunk vezetni, de a mostani statisztikai adatok alapján úgy látszik, hogy szabadon fogjuk tudni használni a fürdőnket, de csak a szabadtéri. Tehát egyenlőre a fedetbe ez a töltő, űrítős medencénket, ezt sajnos nem tudjuk használni, nincs rá engedély, illetve a hozzá kapcsolódó reumatológiai kezelések, arra sem kaptunk még felhatalmazást, hogy meg tudjuk indítani. Amint ezek a részek is felszabadításra kerülnek, mind ahogy most már látjuk az egészségügyben, hogy a házi orvossal egyeztetett időpontban oda lehet menni, személyes kontaktust lehet. Ugye a járóbetegellátás folyamatosan nyitott ugye az elmúlt héten, a hozzátartozó kórházi ellátások is, tehát az egészségügyben is elindult egy nyitás, ugye a fogorvost is fel lehet most már keresni ebben a dologban. Én úgy gondolom, hogy ez is meg fog indulni az egészségügyben, hisz azok az embereknek, akinek ugye reumatológiai fájdalmaik vannak, azoknak fontos, hogy ezeket a kezeléseket, ezeket igénybe tudják venni, és az egészségüket meg tudják őrizni. Polgármester úr, köszönöm szépen. Kedves nézőink, május 11-én ez volt a helyzet. Fertőtlenítőszerrel támogatja a Pannonia Bio az Országos Polgárőr Szövetséget.
Dr. Endrődi Istvánnal beszélgetek, az Országos Polgárőr Szövetség gazdasági igazgatójával, itt a Dunaföldváron. Miért? Ma egy jeles nap van, mint ismert mindenki előtt, a koronavírus járvánnyal kapcsolatban nagyon sok megelőző, illetve felszámolási intézkedés kell végrehajtani. Dunaföldváron lévő bioetanol a társadalmi felelősségvállalás körében felajánlott az Országos Polgárőr Szövetségnek 1000 liter fertőtlenítőszert. Ennek lesz ma az ünnepélyes átadása, majd utána ennek szétosztása a megyék között. Hogyha a mennyiséget nézzük, hogy 1000 liter az mire elég egy országos szövetségnek? Hát az 1000 liter is, szokták mondani, több mint a semmi. Azért mi is szerzünk be mellett, de ez 1000 liter azért egy elég komoly mennyiség, mert ha készfertőtlenítés számolunk egy fél literes palackot mondjuk egy gépjárműnél, vagy járőrtársaknál, hogy elhasználódik, azért az majdnem egy hónapig elég. Az ezen túli mennyiséget honnan szerzi be a Polgárőr Szövetség? Ki kell menni a piacra és vásárolni? A Polgárőr Szövetség stratégiai partnere a belügyminisztériumnak, ezáltal a kormányzatnak is, és a MOL-tól közvetlenül kap még készfertőtlenítőszereket. Tehát a piacon nem nagyon vásárolunk. Megragadom az alkalmat, a gazdasági igazgatóval beszélgetünk. A járványhelyzet kapcsán a polgárőrség milyen gazdasági helyzetbe került? Sok kiadás jelentkezik? Természetesen, mint minden szervezetnek, aki részt vesz ennek a megelőzésében, illetve a felszámolásában, olyan többletköltségek jelentkeznek, amelyek nem voltak tervezhetőek. A polgárőrség állami költségvetésből gazdálkodik, illetve különböző helyekről kap támogatóktól célfeladatokhoz pénzeket, de ez nem volt betervezve, szeretném hangsúlyozni. A megyék és az egyesületeknél ez többletköltségnek. Egyrészt felkérték a polgárőrséget, mind az önkormányzatok, mind a kormányzat, hogy fokozott figyelemmel forduljon a veszélyeztetett korosztálynak az ellátásának a megszervezésében, felderítésében, illetve a zárlat alá vont embereknek az ellenőrzésében a rendőrséggel közösen, illetve a különböző közterületeken előforduló kiárási korlátozásoknak a megszüntetésében, felszámolásában való közreműködés. Emellett több karitatív tevékenységet is végzünk. Én inkább ezt mondanám, hogy ez volt olyan költséghatással a szövetségnek az éves működésére, amely nem volt tervezhető. Az, hogy a közbiztonság feladat körében végzük emellett a feladatainkat, ez természetes. Ott ugyanúgy részt veszünk minden feladatban, mivel a rendőrséggel közös, vagy akár az önkormányzatok felkérésével ezen a területen működik. De fokozottan jelen vagyunk egyébként a közterületeken is, meg a szociális otthonoknál, az ellátásban való segítésekben, ha szükséges a mentőszolgálattal való együttműködésben, vagy akár a kórházakkal való együttműködésben is. És ha jól értem, akkor a 2020-as költségvetést nem kellett újra rakni? Hát természetesen ilyenkor újra kell rakni a költségvetést, de azért bízunk abban, hogy a kormányzat majd később ezt visszapótolja, amikor a gazdaságnak az elváltó képességére lehetőséget biztosít, de most átcsoportosítunk. Tehát most az a történet, majd mik azok a feladatokat fölmértük, amiket el lehet tolni, vagy el lehet hagyni, és annak a pénzeit felszabadítottuk, mert most az elsődleges a beosztott kollégáinknak a védőeszközzel való ellátása. Ez a mai nap pont erről szól, és ez nekünk egy nagyon nagy segítség. Horváth Zsolt, a Dunaföldvár polgármesterével beszélgetek. Itt Dunaföldváron, hogyha nem is az önkormányzat, de széles értelemben vett város segít az Országos Polgárőr Szövetségnek, hogyan? Hát oly módon, hogy van egy cégünk itt, a Pannonia Bio, és a vírus megjelenése kapcsán már rögtön felajánlotta azt, hogy különböző fertőtlenítőszereket tud nekünk átadni, és ennek a segítségével ők bekeverték, és ennek a segítségével átadásával tudtak nekünk segíteni. Teljes mértékben ingyen és bérmentve biztosította a szükséges mennyiséget nekünk a Pannonia Bio, és innen jött az ötlet Széles János képviselőtársammal, illetve a Tolna megyei Polgárőr Szövetségnek az elnökével beszélgettünk, hogy milyen további támogatásokat, vagy kire minek van szüksége ebbe a dologba, és tulajdonképpen ilyen kicsit barteroztunk is ebbe a dologba. Nekik volt szükség, vagy tudtunk biztosítani fertőtlenítőszert, nekünk szükségünk volt kesztyűre, akkor őtőlük kaptunk kesztyűt, kaptak különböző fertőtlenítőszereket, meg segítségeket, és akkor így tulajdonképpen a három rész az egymásra talált, tehát a Pannonia Bio ezzel a segítséggel, a
OPS, Tolna megyei szervezete, illetve az országos szövetség is, meg tulajdonképpen Dunaföldvár városa is. És ez a mai alkalom is egy olyan, hogy ugye a Pannonia Bio szervezi ezt az átadást ebben a dologban, szintén még bocsát rendelkezésünkre készfertőtlenítőket, illetve az Országos Polgárőr Szövetségnek a részére is. Minden segítségre szükség van tulajdonképpen, meg minden segítő kézre is. Na most a polgárőrség az ebbe segítőkész, és segítőkezet nyújtott az önkormányzatoknak, nem csak itt Dunaföldváron, hanem Tolna megyébe, meg az országba is. És azt látom, hogy ez a társadalmi összefogás azért ez előre is visz, és itt vidéken pedig le nagyon nagy szükség van erre. Itt azért szétszórtan élnek az emberek, vannak külterületek is, és ebbe természetesen nálunk a Polgárőr Szövetségre, illetve a helyi polgárőrségre, Jánosra is ebbe tudunk segíteni. Van technikájuk, emberük, meg akarat is abban, hogy segítsenek nekünk ennek a dolognak a létrehozásában és a kiszolgálásában. Széles Jánossal beszélgetek, a Tolna megyei polgárőrség parancsnokával, és itt meg kell említeni azt is, hogy a Dunaföldvári képviselőtestület tagja, hiszen itt Dunaföldvári jó kapcsolatok lobby tevékenység okán az Országos Polgárőr Szövetség jut támogatáshoz. Így igaz. Dunaföldvár város önkormányzata, jelen polgármester úrunk Horváth Zsoltal már eddig is magstagon bizonyította azt, hogy a polgárőrséget anyagilag, erkölcsileg és eszközileg is támogatja. Itt azt hiszem Széles János, mint megyei elnök mondhatom azt, hogy Tolna megye volt az első olyan megye, akinek többek között ilyen eszközzel tudtunk a megyében minden egyes polgárőr egyesületet ellátni. Most lehetőség volt, és ezt még egyszer mondom, a polgármester úr és az Országos Polgárőr Szövetség dr. Túrós Andrással karöltve megszervezték, hogy az Országos Polgárőr Szövetség is részesüljön ebbe az ingyenes támogatásba. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy szó. Mi civilek vagyunk, kapott forrásokból dolgozunk, minden forintnak megvan a helye, most ilyen végszükség van. Itt az Országos Polgárőr Szövetségnek is jó, ha adományként kap olyat, ami mint mentesítő eszköz vagy védőeszközként nem kerül pénzbe, és itt szeretném megköszönni a cégnek, aki önzetlenül felajánlotta ezt a polgárőrség részére. Dobai Lajossal beszélgetek, a cég gazdasági igazgatójával. Itt egy 1000 literes mennyiség átadásáról van szó. Kinek a részére és miért? A Magyar Polgárőr Szövetség részére ajánlottunk fel 1 köbméter fertőtlenítőszert. Ez a WHO recept szerint készült fertőtlenítő és segítségképpen. És mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Felmerül, hogy ez a cég nem ilyen fertőtlenítőszerek készítésével foglalkozik, mekkora átállást igényel ez? A cég életében ez mit jelent, egy ilyen előállítása? Hát valójában mi 1,3 millió tonna kukoricából állítunk elő több mint 510 millió liter üzemanyag tisztaságú etanolt évente. Ez a mennyiség igazából a kis szerelés miatt jelent nekünk gondot, tehát mi sokkal nagyobb volumenre vagyunk rákészülve, de sikerült a kollégáknak összehozni azt a töltős infrastruktúrát, amivel képesek vagyunk ezt a WHO recept szerint készült készfertőtlenítőt is előállítani. Nem érné meg ilyenkor nagyobb volumenben gyártani, hisz az egész világon keresett most a fertőtlenítőszer? Kétségtelen, de az időbeni átállás, illetőleg a mi infrastruktúránk az elsősorban nem erre épült ki. Tehát gyakorlatilag itt az volt a kihívás, hogy ilyen kicsi mennyiséget részint legyártani, részint csomagolni? Így van. Halaszkozás, illetőleg a denaturálás, bekeverés és a többi járulékos anyagnak a hozzáadása. Akkor mégis miért tették ezt meg? Karitatív szándékokkal? Így van. Tehát a helyzetre reagálva tudjuk, hogy ez a pandémiás helyzet ez segítséget igényel mindenki részéről. A cégünk, amit tud, ezzel járul hozzá a közösségekhez. A jövőben terveznek-e még ilyen gyártást, netán átadást bárki számára? Természetesen folyamatosan számolunk azzal, hogy akinek szükséges, folyamatosan ajánlunk fel fertőtlenítőket az intézményeknek, önkormányzatoknak. Közösségépítő összejövetelt tartottak a Dunaföldvári tanodában. Lipták Tamással beszélgetek, és alapvetően két témát érintünk. Az első a tanoda, a második pedig egy tüdőszűrés lesz. Haladjunk ebben a sorrendben. A tanoda az nem csak tanévben gondolkodik, hanem rendes naptári évben is. Ilyen értelemben egyfajta évnyitóra került sor.
Igen, hát ugye a tanoda nem tanévben gondolkozik, hanem költségvetési évben, minek utána már szerencsére intézményesült formában tud működni a tanoda, és nyáron is nyújtja a szolgáltatásait, illetve szünetekben is, iskolai szünetekben. Innen jön az, hogy hát ugye nem szeptembertől júniusig gondolkozunk és dolgozunk, hanem éves struktúrában, éves rendszerben. És hát ennek az apropóján tartottunk egy kvázi évnyitó összejövetelt a tanodában. Mielőtt ennek a konkrét elemeire rátérnénk, azért menjünk a gyökerekhez és helyezzük el a tanodát a térképen. Főleg oktatással foglalkozik, és ilyen értelemben oktatási intézménye. Ugye beszámoltunk arról, hogy ez már állami finanszírozással egyfajta rögzített formában működik, és ebben a rögzített formában akkor ez egy oktatási intézmény? Oktatással is foglalkozik, de hogy a kérdésre röviden válaszoljak, nem oktatási intézmény. A tanoda, ahogy annak idején egyszer fogalmaztunk, határmesdje az én megfogalmazásomban az oktatás és a szociális ellátás között. Nyilván a gyerekek fejlesztését, oktatását, hátrányainak leküzdését, mármint iskolai hátrányainak leküzdését az iskolával kar-karban téve igyekszünk megszüntetni, ezeket felszámolni, segíteni szülőket, illetve a gyerekeket. De minek utána nagyon jó a kapcsolat az iskolával, helyi szociális ellátórendszer egyéb tagjaival, és hát feladata is a tanodának, alapvető feladata a szociális hátrányok leküzdése. Ezért én azt gondolom, hogy alapvetően erről az oldalról közelítjük meg a problémát, hiszen a legtöbb gyermek, aki hozzánk eljön, azok miatt, a szociális hátrányok miatt van hátrányban az iskolában is, melyeket ők bírnak. Mikor említettem, hogy stabilizálódott a helyzet, akkor ugye megszűnt az a viszony a finanszírozáshoz, hogy évről évre pályázni kelljen, hanem most már stabilan állam háttérben áll, könnyebb lett így a lét? Könnyebb lett így a lét, így van. Stabil financiális háttere van a tanodának, meghatározott költségvetési kerettel tudunk működni. Ugye ez a kollégáknak is jó, jó az ellátottaknak, a gyerekeknek, és hát rajtuk keresztül a családoknak is. És ha bár pályázni nem kell évről évre, de költségvetést évről évre össze kell állítani? Így van. Tehát a tavalyi költségvetés, illetve a tavalyi megtett feladatok voltak az alapjai annak, hogy hogyan tervezzük a 2020-as évet. Hasonlóan adott esetben egyébként a támogató szolgálathoz, nagyban egy óvodához, iskolához, így van, egy intézményi költségvetést össze kellett rakjunk. Bízom benne, hogy ez a költségvetés tudja tartani magát. Azok a feladatok, amelyek tavaly megvalósultak, hasonlóak lesznek az idén is, tehát ugyanolyan programok lesznek, ugyanúgy megyünk kirándulni, ugyanúgy megyünk pályaorientációs alkalmakat tartani, ugyanúgy jön hozzánk pszichológus heti rendszerességgel, ugyanúgy mennek ezek a hátránykompenzációs feladatellátások, a tanulások, ugyanúgy végezzük a feladatunkat az idei évben is. Ezt a költségvetést mindig a minisztériumhoz kell közvetlenül benyújtani, vagy van valamilyen közvetítő szervezet? Hát igazából a MÁLTÁN belül mi elvégezzük az intézményi költségvetés tervezésünket, és hát ez egy összmáltai költségvetésé alakul ki, tehát innen nézve nem kell benyújtani minisztériumhoz. A minisztérium igazából ugye a kereteket adja meg annak, hogy hogyan működhet a tanoda, úgyhogy a Málta összköltségvetésében egy piciny szelete, vagy talán inkább mondhatnám morzsája a dunaföldvári feladatellátás, mely teszi ki az egész máltai szeretett szolgálatos költségvetést, és így tudunk működni. Ez az innovációs minisztérium, gondolom, ahol az összes oktatási... Nem az innovációs minisztérium, ez az EMMI minisztérium alá tartozik, a feladatellátás és a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárság az, amely felügyeli a tanodaprogramokat, biztos kezdett gyerekházakat és a családi napköziket, tehát ezeket a feladatellátásokat, amelyek nem konkrétan véve az iskolai feladatellátáshoz, hanem azon kívüli gyermekekkel való foglalkozáshoz kapcsolódnak. No, akkor definiált kozanodát, most már teljesen képbe vagyunk, és akkor nézzük, ugye költségvetési év kezdődött, és tanévnyitó, milyen rendezvény volt ez? Igazából hasonlóan a bármely más működésünkhez, ez nem egy formális tanévnyitó volt. Elvártuk ide a gyerekeket, elvártuk az ő szüleiket, helyi római önkormányzat vezetőjét, ő tudott jelen lenni, illetve hát kollégáim vettek részt ezen az eseményen. Egy kötetlen együttlétről szólt ez a program. Struktúráját tekintve
volt egy kvázi formális megnyitója, ahol köszöntöttük a jelenlévőket, beszélgetés volt, volt egy kis zene, egy kis tánc. Én azt gondolom, hogy nagyon jól érezték magukat a megjelentek, és hogy ne maradjon el összejövetel máltai vendég szeretet nélkül, vendéglátás nélkül, sütöttünk kolbászt, közösen egyébként a szülőkkel, nagyon jó program volt, és hát egy kis vendéglátást biztosítottunk a megjelenteknek. Hát több asztalnál ültünk, úgyhogy nagyon jól sikerült, én azt gondolom. A tanoda létszámához képest az itt megjelentek száma az hogyan arányult, mindenki eljött? Hát kevesen voltak, akik nem jöttek el, úgyhogy innen, ennek az inverze az, hogy sokan eljöttek. És a célját tekintve én azt gondolom, hogy elértük a programot, minek utána kötetlen programról van szó. Én azt gondolom, és hát ismeri mindenki azt a terített asztalnak az áldásos hatását, hogy itt előkerülnek problémák. Itt mindig tudunk beszélni arról, hogy mi is a szülőnek a problémája a gyermekkel, a gyermek problémája adott esetben a tanodával vagy az iskolával. Nagyon jó kapcsolódások alakulnak ilyenkor ki, úgyhogy hasznos volt, én azt gondolom, a megjelenteknek. A kezdetektől, a születésétől fogva a tanoda élén állsz, szervesen beletartozol, hogy látod, mennyire ágyazódott ez be Dunaföldvár életébe? Én azt gondolom, hogy egyre jobban beleágyazódik. Ugye 16 novemberében kezdte meg a tanoda működését, most 20-26 írunk, tehát most már ez a negyedik éve, honnan nézzük a történetét a tanoda munkásságának. Nyilvánvaló vannak ennek hullámvölgyei, hullámhegyei, de én azt látom, hogy elfogadottá válik a dolog, és elfogadják a gyerekek, szülők, társintézmények egyaránt. Felvezetőben jeleztem, hogy alapvetően két témát érintünk, most éles váltással áttérünk a második témára, tüdőszűrés. Tüdőszűrés. Több mint 10 éves programja ez már a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, még egy korábbi uniós pályázatból sikerült egy tüdőszűrő buszt vennie és beüzemelnie a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesületnek. Én a megnyitóján vagy az átadóján is ott voltam Zugligetbe, már akkor mondtam a kollégáknak, hogy nagyon boldog lennék, ha eljönnének. De hát Dunaföldvár ugye csak egy a 3200 településből Magyarországon. Alapvetően ugye ez a tüdőszűrő busz a telepi programokat segíteni szolgálna, ugye ahol nagyon csekély az orvosi ellátás, nagyon nehéz eljutni a különböző szakorvosi ellátásokra. Hát most jött el annak a pillanata, amikor Dunaföldvár is el tudott jönni, ez az ingyenes tüdőszűrő busz. Hányan vették igénybe a szolgáltatást? Hát 135-en, majdnem rekordot döntöttünk. Ugye 3 napig volt itt a régióban, és teljesen meg voltak lepődve a kollégák, hogy ilyen jó szervezés volt. Hát én ezt köszönöm ezúton is a kollégáimnak, köszönöm a hivatalnak, a házi orvosoknak, mindenkinek, aki ebbe segített, tényleg le a kalappal Dunaföldvár előtt, akik ebben részt vettek a szervezésben. És én biztos vagyok abban, hogy aki eljött, az azért jött el, mert fontosnak tartotta ezt a dolgot, és hát bízunk benne, hogy lesz ennek esetlegesen folytatása. Ugye tudjuk azt, hogy a tüdőszűrésre nem csak azért van szükség, hogy az egészségünkre figyeljünk, hanem adminisztrációs célokat is szolgálhat, hiszen sok munkához ez kell. Itt is ez volt, hogy az emberek azért is jöttek, mert így egyszerűbb sem, mint kórházba bejelentkezni, sort kivárni. Tehát igénybe vették ezért is? Igen, többen voltak azok, akik ugye kvázi munkaalkalmassági szempontjából jöttek el, és ebből a célból végeztették el a tüdőszűrést. Én azt gondolom, hogy ezért lenne ennek relevanciája Dunaföldváron a későbbiekben, és hogyha Dunaföldvárváros önkormányzata, polgármester úr adott esetben úgy dönt, hogy megkéri a Máltai Szeretett Szolgálatot, mi nyitottak vagyunk, és ide szervezzük legközelebb is ezt a lehetőséget. És sokkal egyszerűbb részint igénybe venni, részint utána az adminisztrációs igazolást beszerezni, hiszen ez digitális módon történik? Olyan szempontból digitálisan írva, hogy mi fölvisszük az adatokat, ezért volt egy kis várakozási idő most reggel a program kapcsán. Föl kell vinni az adatokat, de nagyon flottul megy, és nagyon köszönöm a résztvevőknek, hogy nagyon türelmesek voltak. De a kiértesítést azt mi fogjuk végezni, ahogy megkapjuk a központból ezeket az eredményeket, mi továbbítjuk azoknak, akik részt vesznek a tüdőszűrésen az eredményét a tüdőszűrőnek. Postai úton? Postai úton megy ki, így van az eredmény. Költséget Málta viseli ilyenkor? Vagy ennek a tüdőszűrés során a költségeit a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat viselte, így van. Kubasek János volt a Népszerű Tudomány rendezvénysorozat előadója.
A népszerű tudomány előadás sorozat keretei között dr. Kubasek János, az Érdi Földrajzi Múzeum igazgatója, hazai földrajz tudomány jeles alakja tart előadást. Gyakran megfordul Dunaföldváron tanár úr, hiszen a gimnázium Magyar László iskolanapján rendszeres előadó. Előadásában most legújantal kutatómunkájáról beszél, akiről tudjuk, hogy Ázsiában, Oroszország területén kutatta a magyarság gyökereit. Hát tanár úr, egy furcsa kérdéssel kezdjük. Antal előtt, 19. század előtt járt-e magyar utazó, kutató ezen a vidéken, aki tudományos megközelítésből nézett körül a vidéken? A Sarkjúvában és a nyugat-szibériai tájakon nem. Ott ő volt az első. Tehát 1842-43 előtt nincs tudomásunk arról és adatunk arról, hogy az Északjúvában, illetve a nyugat-szibériai alföldön dolgozott volna magyar kutató. Jártak persze magyarok a távoli cári Oroszországban, a Kaukázus előterében, Krímfélszigeten, Turkoli Sámuel levele közismert, ami alapján Körösi Csoma is elindult az ős az a kutató útjára, de Regulié az érdem, hogy úttörőként elsőként jutott el ezekre a távoli és akkor nagyon nehezen megközelíthető vidékekre. Hát ön tudománytörténettel is foglalkozik. Mi motiválhatta Regult, hogy elinduljon erre? Valahol az ős magyarság kutatása? Reguli Antal útját több tényező is befolyásolta. Ő hosszabb időt töltött Stockholmban, majd Finnországban. Kapcsolatba került kiváló tudósokkal, Matti Castrénnel és Arvidsonnal, akik felkeltették az érdeklődését e távoli tájakon élő népek kultúrája iránt. Reguli hosszabb időt töltött Finnországban, a mai Finnországban, ami akkor a cári birodalomhoz tartozott, és feljutott az északi sarkvidéki tájakra, és az itt szerzett élmények, tapasztalatok érlelték meg benne a kíváncsiságot is persze, hogy felkeresse a Volga mellékének és a Sarkjúvá vidékének tájait és népeit. Köztudomás, hogy Julianus Barát az első, aki 1235-ben a magyar közsazert Magna Hungáriát kutatni kívánja, és az ő útjából szóló jelentések eljutnak a Vatikánba, a vatikáni levéltárakba. Reguli azonban elsődlegesen a nyelvészet oldaláról közelítette meg ezeket a tájakat és kérdéseket is, de hozzá kell tennem, az útjának a hozadéka nagyon sok értékes adattal gazdagította a geográfiát, a földrajztudományt és a térképészetet. Hiszen az Észak-Uráról készített térképe, amelyben az orográfiai tényezők, a folyók és persze a települések is megjelölve voltak, erősítették a kíváncsiságot tudományos oldalról is, hogy megismerjék ezeket a tájakat. Reguli magányosan, illetve helyi segítőkkel dolgozott, nem állt mögötte államhatalom, nem állt mögötte olyan logisztikai bázis, vagy erőforrás, mint más utazóknál, például Hoffmann expedíció tagjainak a rendelkezésére. De nagyon erős volt benne az elhivatottság, az elszántság, és a mérhetetlen tudományos elkötelezettség. A térképe, amit készített, a mai napig is forrás értékű. Persze a távolság meghatározások furcsák, mert amikor azt mondja ebugatási távolság, akkor ezt nehéz meghatározni, ez 50 méter vagy 150, mekkora az az ebb, és milyen szél fúj, amikor ugat. Ha körül nézünk ezeken a vidékeken, én eljutottam a Sarkjúvába 1990-ben egy expedíció kapcsán, azt kell mondani, hogy ma is ember próbálóak a feltételek. És Reguli éveken át végzi ezt a munkát magányosan, magába hagyottam a helyi népcsoportokkal kapcsolatban, csevemiszekkel, mansikkal, hantikkal, és sikerrel jár. Hazatérését követően temérdek néprajzi, földrajzi, térképészet adatot hoz, és ezeket aztán kamatoztatja. A Reguli életmű ma számos tudományán képviselői számára ad forrásbázist, gondolhatunk a néprajzosokra, a zenetudomány kutatóira, a nyelvészekre, a finnugor népek kutatóira, és hát persze a geográfiára és a térképészetre is, és ennek az életműnek az értékeit a mai napig is számon tartják és megbecsülik Oroszországban. A cári Oroszország számára is dolgozott, hiszen, mint tudjuk, valóban a orosz cári kormányzat is figyelemmel kísérte, sőt, hasznosította a munkáit, ne talán pénzt is kapott? Támogatást kapott Balugyánszky Mihálytól, aki a cári udvarban jogtudósként dolgozott, és akinek a tanácsait
a cáv is meghallgatta. Mondták is azt, hogy Baludjánszki a legmagasabb kövökbe is beütő, magyar volt, magyar származású volt, és ő támogatta, de ez az ő egyéni személyes elhatározása volt, nem állami döntés. Az tény, hogy hasznosították az általa készített térképet, amelynek egy példánya a Szentpétervári gyűjteményben, közgyűjteményben, Tudományos Akadémia archívumban van, és a későbbiek során is az expedíciók felkészülésének, a előkészítésének a során hasznosították a reguli adatokat, de nem lehet őt a cári hatalom emberének tekinteni, bár jelentek meg róla őt hamis beállításban helyező cikkek is, amiben őt a cári hatalom ügynökének bélyegezték, meg a Habsburg hatalom ügynökének, arra utalvám, hogy ilyen utakat akkor csak a hatóságok támogatásával lehetett kapni. Jelent meg olyan cikk is róla, amelyben gyanúba hozzák, hogy a világosi fegyverletétel után kikapnak útlevelt, akik az akkori kormányhatalom emberei. Ez Padányi Viktor írta le a Dentum Magyaria című munkájában, Ausztráliában, Argentinában is megjelent a kötet. Ezzel csak egy baj van, hogy nem igaz. Ez hazugság, mert ő nem a világosi fegyverletétel után ment, hanem 1842-1843-ban, és az ő támogatását a Magyar Tudományos Akadémia testülete támogatta Széchenyi István javaslatára. Széchenyi Istvánt nem illendő a cári hatalom vagy a Habsburg hatalom ügynökének tekinteni. Legújabban tart a magyar fototörténet is számon tartja, mint természetfotós. Lehet, hogy az elsők közt használtak ezt a modern technikai lehetőséget? Reguli a néprajztudomány számára hozott nagyon sok értéket. Természetfotósként nem tartjuk őt sem úttörőnek, se mértékadónak, de tény, hogy dokumentált nagyon sok néprajzi kutatóúthoz kötődő területet, a Gömöri és a Nógrádi tájakon, ezeket számon tartjuk. Ismertek voltak már a fényképkészítés fortéjai, 1844-ben már daguerrotípiák forgalomban voltak, Petőfiből is készült daguerrotípia, de ő ezeket nem használta se az útja során, se az expedíció során. Weisz Gábel Jánosnak a dunaföldvári futballéletben is jelentős múltja van. Weisz Gáber Jánossal beszélgetünk itt sportműsorunkban, aki hosszú évekig, több mint egy évtizeden át a DFC, a Dunaföldvári Labdarúgó Klubnak az elnöke volt. Azt tudjuk, hogy kötöttél a sporthoz, fiatalkorodban is voltál ökölvívó, sijátél is a katonaságnál, mégpedig eredménnyel. A labdarúgásban aktívan nem vettél részt, de mindig is érdekelt a labdarúgás, és így lettél végül is egyesületi elnök. Mikortól töltötted be egy Dunaföldváron az egyesült elnöki tisztséget? Hát amikor közelebb kerültem a dunaföldvári futballhoz, 1998, akkor Tóth Balázs volt az elnök. Tóth Balázs után én következtem 2000-ben, és én vittem 12 évig. Na most a mi csapatunk nagyon eredményes volt, nagyon összhangban tudtam lenni a játékosokkal. Én úgy gondolom, hogy Dunaföldvárnak a legkiemelkedőbb 12 éve van a hátam mögött. Háromszor mondtam vissza az NB3-at, kétszer voltunk megyebajnokok, de a 12 év alatt mindig az első ötbe ott helyezkedtünk, ott szerepeltünk. Nagyon-nagyon jó csapat volt. Én közvetlen minden mérkőzésen ott voltam, majdnem mindig edzésen ott voltam, érdekelt. Én magam nem futballoztam, én magam talán durva voltam a futballhoz, és inkább azt mondták, hogy bíróskodjak, sipuljak, fütyüljek, mind futballozzak, mert abban csak baj van. És hát mint elnök megpróbáltam mindig azt mondani az edzőnek, Kindli Istvánnak, edzőnek, hogy ti csináljátok meg a pályán a kötelességeteket, én meg majd a kinti háttéri munkát ügyintézem, rendezem, és a kettő együtt működött. Azért is tudtuk vinni ilyen színvonalasan a futballklubnak a vezetését, meg magát a játékot. Végig Kindli István volt az edző a elnökséged idején? Végig Kindli István volt. Paksi játékos volt, aki most jelen pillanatban a Paksi
nagy csapatnak az edzője, tehát ő nagyon játékos edző volt, ő nagyon-nagyon átlátta a játékot, és normálisan vezette a csapatot. Valóban megyebajnokok voltunk kétszer is, nagyon ügyes labdarúgókból állt a keret. Említsél néhány nevet, akik valóban akár dunaföldváriként, akár légiósként itt nagy tekintélynek örventek Földváron a foci életben. Hát így most nehezen mondanék, hát vezér a Kindli, aztán aki nagyon híres kapus volt, Tolna megye egyik legjobb kapusa volt, Molnár István, aki hát talán most is foglalkozik a pálhalmai futballcsapatnál, ügyködik valamit. Az Alberszki gyerekek, aztán Soltész fiúk, gyerekek, most már felnőtt emberek, de hát valahogy mindig úgy vagyok, hogy gyerekeknek szólítom, nézem. Nagyon sok, nagyon jó játékos volt. Volt akkor egy olyan, hogy volt Földvár egy, Földvár kettő, kicsit megtámadtak, hogy fele földvári, fele vidéki. Na de hát ez a futball, ez világ életben mindig így működött. Hát ha megnézünk egy felsőbb, magasabb rangú csapatot, ott is millió egy idegen légiós van, egy beutazó meg szereplő. Hogy tulajdonképpen miért ragaszkodtam a futballhoz ennyire? Gyerekkoromban szomszédunkba járt Puskás öcsi, Puskás Ferenc. És hát bizony örültünk, hogyha a labdát a kezébe adhattuk, mert hát volt egy jó pár mérkőzés lenne a Dunaparton, ahol most a kemping van, az a rész volt a, hogy is hívják, futballpálya. Bizony nagyon jó meccseket láttunk, a stadion fala, a hegyoldal volt, onnét volt a lenézés, a meccsnézés, és bizony megragadott az, hogy micsoda egyhangúságot tud teremteni egy ilyen jó játék, egy ilyen összhang. Egyesületi elnökként nyilván, mint említetted a korábbi gondolatmenetedben, elsődlegesen az volt a szerepet, hogy a csapat anyagi technikai hátterét megteremtsed. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy városszerte téged nagyon sokan ismertek, képviselő is voltál, és bárkit megszólítottál, azért úgy közelítettél hozzá, hogy a földvári sportot, ügyét, a labdarúgás ügyét a szívén viselje. Gondolom ez így működött a mindennapokban, hogy valahogy az a kapcsolatot használtad ki, hogy az egyesület ilyen jól működött. Hát igen, az a helyzet, hogy elég sok sponzor volt, elég sok sponzor bízott bennem, elég sok sponzor támogatott. Hát jártam a vállalkozókat körbe, és hát megmondom őszintén, én magamnak nem kértem volna soha, de a sportkörnek, maguknak, a játékosok részére helyesebben az, hogy fönn tudjuk tartani magunkat, az azért megalázkodtam és mentem, mindig mentem, és ami kellett, szerelés, labda, kapusnak új kesztyű, ez mindig elő tudtam teremteni, és az lényeges volt az, hogy ugye a sponzorok is tudták, hogy fél évente egyszer megjelenek, és tudtam körülbelül kitől mit kapok. Akkor elég kevés pénzt kaptunk a hivataltól, ugye aztán később összeállt azért ez a csapat, azért is tudtunk ilyen eredménnyel létezni. Volt egy nagyon kellemes meglepetés akkor, amikor én több alkalommal kértem, hogy öltözőnek felújítását, meg a pályának a felújítását kérnék hozzá támogatást. Hát, megmondom őszintén, nagyon nehezen ment, és egyszer egyik képviselőnek a fia ott elkezdett futballozni, megnézte, hogy milyen körülmények között, és ekkor újítottuk teljesen fel az épületet, a fürdőt, a edzőpályát. Azt most talán említeném, majdnem én építettem az egészet, szép halmi úrtól kaptam 1000 köbméter földet, oda vihették a törmeléket, tehát az a pálya, az a Horváth Zsolt is hozzám fűződik, mert a Zsolt volt még egy nagyon, a jelenlegi polgármester, nagyon nagy támogató, nagyon nagy segítség. Ő sem futballozott, de viszont együtt érzett velünk.
Meg kell említeni azt is, hogy elnökséged idején voltak barátságos meccsek, jótékonysági meccsek, amikre nagy csapatokat hívtatok meg, mégpedig kiket? Hát több alkalommal Détárinak a csapata volt, és mi is följártunk Budaörsre, nagyon műfűves pályára, nagyon kellemes, nagyon jó barátságba keveredtünk. Aztán megyei szinten, vagy Dombóvár, aki MB3-as volt, akkor mi simán megvertük, tehát úgy szépen összejött. Jártunk a Bács-Kiskun megyébe, az Alföldre, Soltra, Hartára, nagyon jó csapatok voltak ezek is. Volt egy olyan tragikus baleset, Kis István úr felesége és kis családja balesetet szenvedett, akkor szerveztünk egy jótékonysági mérkőzést, Paksi NB1-es futballcsapatot hívtuk meg, nagyon-nagyon nagy létszámban jelentek meg, ezt a bevételi összeget teljes egészében átutaltuk Kis István segítségére, támogatására, mert hát nem csak anyagi, hanem erkölcsi, mindenféleképpen jó esett egy kis támogatás. Mi, Dunaföldvári FC, mi ezzel próbáltuk segíteni, támogatni, és én azt hiszem, ez akkor egy kiemelkedő történet volt. Napjainkban figyelemmel kíséred a Dunaföldvári labdarúgó életet, a klub eredményeid? Figyelemmel kísérem, de megmondom őszintén, a nagy csapatot figyelem, az, ami én érdekel, nem tudják azt az eredményt hozni, amit kellene. Pedig hát Földvár az mindig megyei szinten jeleskedett valahol. Voltak jó csapatok, volt Tolna, Báta, valamikor Paks, hát ez régebben volt, de mi mindig az élvonalban voltunk.